Hangos film, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes. Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban a 18. századi Oroszországban járunk továbbra is, hogy a következő filmünk történelmi elemzésében már a megfelelő háttértudással vághassunk bele. Hajrá! Erre az elemzésre még készülünk kicsit, viszont addig is, hogy valamiféle képet kapjunk az 1700-as évek második felének orosz birodalmáról, a Nagy Katalina kezdetek című fekete komédiát használjuk ugródeszkának. A különleges sorozat a műfajához méltón a korszak, illetve a cári udvar egészen abszurd jelenségeivel játszik, a valóság határán billegve. A trükk remekül működik. A néző már egészen belekényelmesedik a sok kabaréba illő fikciós eseménybe, amikor is rá kell eszmélnie, hogy pusztán a hangvétel miatt tűnik a cselekmény nagy része valótlanságnak, és sokszor még a leghajmeresztőbb esetekről is kiderül, hogy pontosan így szerepelnek a történelemkönyvekben. Pár Ádám történész politológus azonban élesíti a képet azzal, hogy az uralkodás rendje, a korabeli döntések, eszmék megértését segítendő visszakanyarodik egészen a 16. századig. Összeszámoljuk a női uralkodókat és az összes pétereket a trónon. A Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa a harmadikkal kezdi, mármint Péterrel, akivel kapcsolatban a legfontosabb információ, hogy Nagy Katalin férje volt egy ideig. Ki is emelik filmben is, sorozatban is, hogy harmadik Péter azért folyamatosan érzi azt a nyomást, hogy ő nem fog soha felnőni az elődjeihez. Tehát azért biztos, hogy ezt nem véletlenül hozzák. Igen, kezdjük először is onnan, hogy harmadik Péter mindent lenézett, ami orosz, és mindent tisztelt, ami német, pontosabban, ami porosz, és a nagy Péter, tehát a sok-sok-sok uralkodóval azelőtti elődje, amikor bejárja Nyugat-Európát és hazatér. Az melyik század? 17. század vége, tehát egy olyan jó 70 évvel korábban, mikor hazatér és belekezd a reformjaiba. Iskolarendszer, hadsereg, hadiflotta, bojárok szakálviseletének, kaftánviseletének tilalma tekintetében, akkor nagyon hamar elterjed róla az, hogy ő voltaképpen egy kicserélt cár, tehát, hogy Nyugat-Európában valahol kicserélték Pétert. Az embereknek ez a mániája, és Paul McCartney-ra cserélték ki, nem? És kicserélték erre az angol, francia, német, svéd, dán mintákat utánzó emberre, aki fenekestül felforgatná a hagyományos értékrendet. Ugye a bojároknak így jöttek le Nagy Péternek a reformjai. Tehát az, hogy az uralkodó betiltja a szakálviseletet, az, hogy betiltotta a kaftánviseletet, a háremtartást, tehát minden oroszos, tatáros, litvános szokásnak hadat üzent Nagy Péter. Ezt a társadalom jelentős része nem tudta lenyelni, nem tudta értékelni. De ez ugye mondjuk érthető, tehát, hogy ne ebben valósuljon meg, a nyugaton jártam, csodát láttam, és akkor így elkezdem fejleszteni az országot, te ne növesztél szakállat. Sőt, meg is adóztatta Nagy Péter. Igen. A szakállat, meg a bojároknak le kellett vágatniuk a szakállukat, némelyik két ő maga vágatta le személyesen, saját felséges kezével, és egyébként kíméletlenül fellépett az ellene összesküvőkkel szemben. Tehát Nagy Péter és Nagy Katalin is úgy él a köztudatban, itt Magyarországon, hogy hát ők ilyen halkszavú reformerek voltak, akik megpróbálták Oroszországot közelíteni a nyugathoz, és átállítani egy alkotmányos hatalomgyakorlás felé. Nos, ebből semmi nem igaz, tehát kezdjük ott, hogy a nyugatosítás, az európaizálás, a modernizáció, a westernizáció, hívjuk bárhogyan, bármely szinonimával, az nem azt jelentette, hogy ők a nyugati mintákat teljes egészében át kívánták venni. Ők azt kívánták átvenni, ami szerintük az állam érdekének megfelel. Tehát mit a szakáll nélküliség? Hát külsőségeiben és szimbolikájában az is egy fontos dolog. Tehát, hogy azt gondolta, hogyha jön egy külföldi, mondjuk küldöttség, akkor nem ezzel a barbár jellegzetességgel találkozik. Így van, így van. Hát ne felejtsük el,
hogy azért a ruházatnak ebben a korszakban eléggé nagy jelentősége van, nagy szimbolikus jelentősége van. A férfiak, ráadásul ez az a ritka század egyik, a barokk, így van. Amikor a férfiak egyszerűen díszesebben. Így van, így van. A nők mindig hajlamosabbak voltak követni a éppen aktuális nemzetközi divatrendeket, de a férfiaknál, ugye ez fontos identifikációs eszköz volt a viselet, hát néhány adással ezelőtt ugye pont említettük is, hogy Angliában voltak például ír meg holland ellenes pogromok, ugye, és az volt a jelszó, hogy ugye mindenki ellenség, aki facipőben jár, vagy éppen mezitláb jár, mert az írek azok mezitláb jártak, a hollandok meg facipőben, ugye nyilván ez kifejezte a társadalmi státuszt is valahol, hogy ugye az ír az a mély szegény, a holland az meg ilyen munkás, és velük szemben ugye az angol polgárnak meg a cipő a jellegzetessége, de hát nem kell messzire menni, gondoljunk csak a labanc szavunk eredetére, igen, hogy az a paróka viselettől irtózó magyar urak, és főleg magyar kisnemesek, református prédikátorok, egykori végvári vitézek számára a császárpártiságnak volt a jele. A lobonc. A lobonc, hát, így van, így van. Nem és nem beszélve arról, hogy beszéltünk ugye a zsidóságról is, zsidóság kaftán viselete honnan jön? Onnan jön, hogy ugye szépen átvették ezt a viseletet a litvánoktól a lengyel nemesek, és aztán egy idő után a lengyel nemesektől a Lengyelországban élő zsidók, ezáltal mutatva, hogy ők már olyan pozícióban vannak, majdnem, mint a nemesek. Meg hát ugye néhány adás ezelőtt még az amerikai példát is vettük, ahol viszont tisztelgés Magyarország előtt címmel mondtad, hogy hát Abraham Lincolnnak Kossuth szakálla volt, de hogy még a magyaros viseletet is átvették. Így van, és ha megnézzük az amerikai polgárháborúban a tábornokokat, majdnem az összes szakállat visel, egyébként az sem véletlen, tehát annak is volt egy ilyen jele, hogy ők azonosulnak például az emigránsokkal. De visszatérve, tehát csak annyit akartam ebből kihozni, hogy itt Magyarországon azért hajlamosak vagyunk egy kicsit sokat belelátni ezekbe a Nagy Péter és Nagy Katalini reformokba. Közöttük volt a 70 év? Így van, így van. Mert ugye Nagy Katalin, aki harmadik Péter felesége volt, ő már a 18. században, így van. 18. század közepén és végén uralkodott. Igen, az 1700-as évek második fele, és mi meg most ugye az 1600-as évekről beszélünk. A Péterek, ezt most zárójelben egymás után követték egymást? Nem, eléggé sűrűn követték egymást az uralkodók, mert volt ott még kettő darab női uralkodó is. Ja, tehát az Katalin előtt volt. Igen, 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 Nagy Katalin előtt volt. Mert mondtad, hogy három orosz női uralkodó volt. Így van, igen. Ők is egyébként hasonló módon, az is egy puccs eredménye volt, és így kerültek hatalomra, mert nyilván nem országgyűlési választást tartottak, ezt így nem állíthatjuk. Nem, volt, aki úgy került hatalomra, volt, aki pedig egyszerűen úgy, hogy elfogytak a férfiak körülött az udvarban. Lényegében harmadik Péter is úgy került Oroszországba, hogy Nagy Péternek, tehát a Romanov dinasztiának, akkor mondjuk már ennek a dinasztiának a nevét, volt a leszármazottja, de harmadik Péternek az ég adta egy világon semmi köze nem volt Oroszországhoz. Nem ott született, nem ott élt, tehát őt Erzsébet kijelölte utódául, Erzsébet cárnő, de hát szegény Péternek nem sok köze volt Oroszországhoz. Ahogy ugye Nagy Katalinnak sem. Ezt egyébként jó, nyilván ebben az időben a népvéleménye pont senkit nem érdekelt feltehetően, amíg mondjuk forradalom nem lett. A népvéleménye nem, de például az ortodox egyházi igen, és ne felejtsük el, hogy a cári család mellett az ortodoxia a legfontosabb összetartó erő. És itt rögtön meg is jegyezném, igen, hogy bár ezt a filmet vagy sorozatot nem terveztük, akinek van lehetősége, nézze meg a Nagy Katalin kezdetek című minisorozatot, már két évadot letudott a dolog. Az a durva, hogy behoz ugye egy ilyen dolgot. Ugye már mi is tulajdonképpen nevettünk, mosolyogtunk a dolgon, hogy mi az, hogy valaki nem növeszthet szakát, és ha úgy belegondolsz, már is arról van szó, hogy a személyiségi jogaim
ebben az időben nyilván fel sem merült ilyesmi, csak hogy ők is tudják, a készítők, hogy az nem vicces, tehát néha olyan erősen váltált drámává, hogy egyszerűen tátva marad az ember szájában. Szóval ezt tényleg mindenkinek ajánlom, és visszaadom neked a szót. Jó, hogy mondtad egyébként ezt a viselet dolgot, majd erre még mondok valamit, de az a lényeg, ugye az ortodox egyház lényegében véve átfogta az egész orosz társadalmat. Most amikor azt mondjuk, hogy orosz társadalom, akkor nyilván most etnikumot értek ez alatt, mert magában az orosz birodalomban népek tucatjai éltek, tehát ez egy már ekkor is rendkívül sokszínű birodalom, de ugye az oroszok kifejezetten az ortodox egyház köré tömörültek, és az, hogy az egyháznak mi a véleménye az aktuális uralkodóról, az nagyon-nagyon nem volt mindegy. Ebben az értelemben oda kellett figyelni az egyháznak az érdekeire, és ezen keresztül viszont számított a közvéleménynek az állásfoglalása. A harmadik Péternek pont ez volt ugye a nagy hibája, hogy ő megpróbált az állam alá rendelni az egyházat, úgy, ahogyan egyébként a példaképei, ezt látta, hát ugye Nagy Frigyes is megpróbálkozott ilyesmivel, és ugye ebben az időszakban elég sok felvilágosult abszolutista figura van, aki rendkívül energikusan látnak hozzához, hogy átalakítsák az országukat és a társadalmukat. Gondolj csak arra, hogy II. József 6000 rendeletet adott ki uralkodása alatt, vagy ugye Dániában Strunzé, aki rosszul is járt, hiszen gyakorlatilag elfogták és kivégezték. A reformerek nem mindig járnak jól. Ráadásul ő még szeretője volt a királynénak is, tehát. Jó, azért ez meg nem segít a dolgot. Ez meg nem segít a dolgot, tehát itt a pont a fordítottja történt, mint a harmadik Péter, Nagy Katalin és Orlov gróf háromszögében. De említhetjük akár ugye a korábbi adások egyikében Spanyolország kapcsán emlegetett Arandát, Portugáliában Pombál Márkit, ezek az emberek egytől egyig a felvilágosult abszolutista jelzőt kapták meg az utókortól, meg saját koruk társadalmától, és nyilván elsősorban az értelmiségtől, mert az értelmiségieknek nagyon tetszett az, hogy hozzányúlnak az egyház privilégiumaihoz, meg a nemesség hatalmához, és igyekeznek azt megnyirbálni, de azért mondjuk meg őszintén, hogy ezek az emberek addig tudtak befolyást gyakorolni, ameddig az uralkodó, vagy éppen az állameszme, ha uralkodókról beszélünk, mögöttük állt. Tehát mihelyt változott a politikai széljárás, a hatalmuk semmivé lett, és hát velük együtt a nagy erőfeszítéssel, temérdek energiával összeszkábált reform építményeik is összeomlottak, és ennek az lett a következménye persze, hogy minden reform megbélyegződött, hazafiatlanként, nemzetietlenként, istentelenként, és mindent előről kellett kezdeni. Lényegében Oroszországban három nagy nyugatos nekifutás lesz, és mind a három valamilyen módon kisiklik, vagy kudarcot vall. Van egy királyunk, és van egy királynénk, és konkrétan nem orosz egyik sem, tehát miért remélném tőlük, hogy ő majd az én érdekeimet fogja képviselni? Igen, hát itt ugye császárról, vagy meg császárnőről beszélünk, igen, így van. Hát ugye Nagy Katalin azért elhatározta magában, hogy komoly változásokat fog eszközölni az orosz államban, és eszközölt is egyébként, hiszen felállították az akadémiát, iskolarendszert, elküldték a nemes ifjakat nyugatra tanulni, de lényegében, és ez igaz már Nagy Péterre is korábban, a hatalom gyakorlás elvei nem változtattak. Tehát a despotikus hatalom gyakorlás leöntötték a nyugat-európai abszolutista mázzal, de önmagában véve alul ez a nagy orosz társadalom azért érintetlenül maradt. Tehát Nagy Katalin idejében ugyanúgy lehetett a jobbágyokat adni, venni, mint a rabszolgákat, és nem volt földjük, sőt, Nagy Péter és Nagy Katalin alatt a jobbágyoknak a helyzete nemhogy javult volna a korábbiakhoz képest, hanem romlott. Tehát a nép nagy része úgy érezte, hogy a nyugatosítási
program, amit egyébként nem tudta, hogy az. Az nem, hogy javított volna a helyzetén, hanem romlott. Egyébként, ha belegondolunk, kísérteties a hasonlóság például a Közel-Kelettel az 1950-es, 60-as, 70-es években, amikor a szekuláris, szocialista, nacionalista vezetők Nasser-től kezdve, Assadig, vagy éppen Iránban a két sah, a két paklavissak ugyanígy próbálják meg nyugatosítani a társadalmukat, és azt érzik széles tömegek, hogy ettől nekik nem jobb a helyzetük, hanem rosszabb, és csak egy idő kérdése, hogy kezdetét vegye egy, most rossz szóval mondom, de egy ellenforradalom, egy konzervatívabb ellentámadás. A nép részéről. Én amire gyerekkoromból emlékszem a híradásokból, hogy egy olyan ország, amit korábban tényleg az európai szem számára megszokott burka, csador, és hogy nőket egyszer csak láttál, térdigérő szoknyában, blúzban, tehát a kornak megfelelő, nem is kihívó ruhában. Nyilván voltak atrocitások, és utána, amikor az új sakk jött, rengetegen úgy nyilatkoztak, hogy jaj, de jó, hogy végre visszavehetem. Amikor betiltották a burka viselést Iránban, az viszonylag egy rövid időszak volt 1937 és 1941 között, amikor az első paklavissak... Nem akkor voltam gyerek, szóval a hallgatóknak mindjárt kiderül, hogy én mivel kerem. Te Mohamedre ez a paklaviról beszélsz, ő apukája járt Törökországban Mustafa Kemal Atatürknél, aki egyébként szintén tulajdonképpen a török Nagy Péternek tekinthető, és hát annyira elcsodálkozott a török nőknek a szabadságán, hogy fedetlen fővel, vagy európai kalapban sétálnak, annyira tetszett neki ez a kemáli reform, hogy ő kijelentette, hogy mire hazamegy Iránba, nem akar már fejkendős nőket látni az utcán. És ugye a Mustafa Kemal próbálta neki azért megmagyarázni, hogy Törökországban azért speciális a helyzet ebben a tekintetben, tehát nem lehet egy az egyben átemelni ezt Iránra, de hát sajnos nem sikerült meggyőznie Reza Shahot arról, hogy ez egy elsietett lépés, és 37-ben betiltották a burkát. Ennek mi lett az eredménye? Például, hogy a nők jelentős része nem tudott kimenni az utcára, mert a családjuk viszont nem engedte, hogy kilépjenek fedetlen fejjel, meg nagyon sokan voltak, akik nem is voltak hajlandók így kimenni. És annak meg nem akarták kitenni magukat, hogy a rendőr vagy a csendőr verje le a fejükről a fejkendőt, és aztán emiatt vissza is esett az addig ígéretesnek induló női oktatás Iránban, mert hogy tudnélik, így a iskolák hát bezárhattak női hallgatók vagy lány tanulók híján, hiszen nem engedték fedetlen fővel a szülők a gyerekeiket, és akkor 4 év múlva rájött Reza Shah, hogy ez nem volt egy okos lépés, és akkor vissza is állított mindent. Amire én gondolok, a 80-as évek eleje az volt, amikor az ajatollak, vagy én most nagyon-nagyon keverem a dolgot. Nem, az nagyon jól mondod, így van, tehát a Reza Shah fiacskája, Mohamed Reza Paklavi, egy reformernek mondott diktatúrát igyekezett megvalósítani, és hát lényegében fehér forradalomnak nevezték ezt a nagyszabású projektet, amiben beletartozott a nők jogainak a bővítése is, aha, meg a földreform, meg sok minden más. Itt is nagyon sok, hát európai fejjel nézve érdekes folyamat történt. Például a parasztok egyszerűen nem voltak hajlandók átvenni a számukra kijelölt földet, mert hogy úgy érezték, hogy ez Allah akaratával ellentétes, hogy ők kapjanak olyan földet, ami nem az övék, tehát ez számukra egy sokkot jelentett, úgyhogy még ez sem sült el jól. És hát lényegében ezt mind párhuzamba lehet állítani Nagy Péterre. Ellentétben, amit talán sokan gondolnak, abszolút nem kanyarodtunk el, mert Nagy Péternek a köppönyegéből bújtak ki lényegében ezek a felvilágosult,
abszolútista, néha felvilágosult diktatúrát gyakorló államfők. Néha magukat felvilágosultak vélő. Igen, Egyiptomban Mohamed Ali, Törökországban Mustafa Kemal, már részben előtte az ifjú törökök is, már részben előtte a Tanzimat nevű reform folyamatnak a reform szultánjai, Iránban a két Reza Pahlavi, és tulajdonképpen ezek az emberek azzal nem számoltak, hogy a társadalomnak a véleménye mi is az ő általuk elindított reformokról. Mert volt egyébként olyan, ahol jól sült el ez, tehát Egyiptomban például. Az, hogy Egyiptom megúszta azért a közvetlen gyarmatosítást, az köszönhető Mohamed Alinak, aki nyugatról átvett manufaktúrákat, gyárakat, iparosított, iskolarendszert alapított, elküldte az ifjakat tanulni Franciaországba ide-oda, de ugye Irán meg az ellenpélda, ahol ez kifulladt. Nyilván nagyon sok társadalmi, kulturális, személyi és egyéb összetevő volt, hogy ez hol, hogyan sikerült, vagy nem sikerült. Az egyes nemzetek között, de én most például nem tudom, hogy ezek a vezetők mondhat, hogy nem számoltak azzal. Nem lehet, hogy azt gondolták, hogy tök mindegy. Nem tudta elképzelni, még akkor is, hogyha történelem előtte már mutatott mást, most ha visszatérve Oroszországhoz, hogyha megnyeri magának az egyház támogatását, akkor azt csinál, amit akar. Igen, tehát ezek az országok, amikről beszélünk, ezek egytől egyig úgy épültek fel, hogy a mindenkori uralkodónak mindenkor korlátlan hatalma van. Tehát ha ő valamit jónak lát, akkor azt bevezeti. Hát persze nem ilyen egyszerű azért, mert nyilván az államvallásra, az államvallásnak a képviselőire, papságra tekintettel kellett lenni bizonyos mértékig. Ez még mindig az arra való hivatkozás volt, hogy ők az Isten által felkent uralkodó, vagy azért ettől már elszakadt a 18. század? Nem, hát Oroszországban, és az Oszmán Birodalomban, és Perzsiában, és Kínában, ott mindenütt úgy vélték az uralkodók, hogy ők közvetlenül csak az Istennek tartoznak felelősséggel, és ezekben az országokban nem vált szét a vallás és a politika. Ez még Oroszországra is igaz, tehát az orosz cár az ortodoxia élén is állt, tehát az ortodox egyháznak is az élén állt, majd pont ez lesz az ideológia, amivel megindokolják, hogy miért hivatása Oroszországnak és az orosz cárnak az ortodox népek egyesítése. Ja. Akkor tulajdonképpen a nép így úgy van, mert jó, most akkor az uralkodónak higgyek, vagy a pátriárkának, de hogyha ezek egyetértenek, akkor nem kell dilemmázni. Ha egyetértenek, akkor nem kell dilemmázni, viszont Nagy Katalin hatalomra kerülésének a példája Iránban a síta klérusnak a példája azt mutatja, hogy sokkal közelebb állt az átlagember a papsághoz. Pontosabban fogalmazok, az átlagember úgy gondolta, hogy a papság sokkal közelebb áll hozzá, mint a mégo jó szándék uralkodó, vagy annak tanácsosai. Ráadásul nem is tartották mondjuk az uralkodókat minden esetben jó szándékúnak, és nem is láttak minden esetben jó szándékot a nyugatosító reformok között, sőt, nagyon is gonosz, rossz szándékot láttak benne. Lényegében azt látták benne, hogy a nyugat kerülő úton, kihasználva a uralkodó és a fennálló rendszer ostobaságát, gyávaságát egyre jobban behatol a mi térségünkbe, és fenekestül föl akarja forgatni. Ezt egyébként még Oroszországban is gondolták. Tehát Oroszországban nem véletlen, hogy Nagy Péter idejétől kezdve minden külföldit németnek neveznek. Ha valaki elolvassa a Háború és békét Tolsztojtól, akkor ott is olvashat rendkívül epés megjegyzéseket a németekre, de a német alatt mindenkit értettek, aki Oroszországtól nyugatra élt. Lényegében ugye mindenkit, aki borotválta az arcát, és aki parókát viselt, és csatott cipőt, és sejemharisnyát, és rokokó, pillangós, virágos sejemkaftánt, mert ezt nem tartott ugye a nagyon hagyományőrző, konzervatív, érzelmű bojárság és a nép valódi
orosz lelkiséget hordozó viseletnek. Meg aztán azért arról is érdemes beszélni, hogy egyébként változott a nemesség mentalitása attól, hogy leborotválta a szakállát és parókát tett a fejére? Hát nyilvánvalóan nem. Az orosz országban járt külföldiek el vannak borzadva attól, hogy milyen állapotok vannak orosz területen. Tehát például Nagy Katalint is még hercegnő korában, amikor elviszik Szentpétervárra, akkor meglepi, hogy a járókelők leborulnak a hintó előtt. Meg el vannak attól borzadva, hogy Oroszországban mennyire nem veszik ember számba a parasztot, tehát lehet őket adni, venni, mint a birkákat, meg hogy milyen borzasztó büntetések vannak. Jó, hát legyünk igazságosak, hogy azért Nyugat-Európában is előfordult, hogy verték a cselédet, sőt, eléggé sok helyen, meg eléggé sokáig főleg. Kiszolgáltatott helyzetben így volt, van. De azért egész más, hogyha ő megszökik cselédként. Nem mondom, hogy jobb a helyzete, de legalábbis nem adnak ki rá, élve vagy halva fogjuk el, mert hogy tulajdon. Tehát maximum ennyi a különbség, de azért ez egy jelentős különbség. Ez egy jelentős különbség, így van. És azt látni kell, hogy Nagy Pétert meg Nagy Katalint nem nyűgözték le mondjuk az alkotmányosság vagy a helyi önkormányzatoknak az elvei. Ezek be sem jöhettek az országba, és egyébként meg mindketten azért nagyon jelentősen megerősítették a titkos rendőrséget, a cenzúrát. Pár Ádám történész politológussal a következő adásban maradunk még a 18. századi Oroszországnál, és a Pugacsov féle felkeléssel folytatjuk a Nagy Katalin fémjelezte korszak bemutatását. Lassan haladunk előre a következő választott alkotáshoz, amely azonban már a múlt század első feléhez vezet. Ez volt már a Hangos Film Mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután 13:30-tól várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra! Hangos film, mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnest.